Kósa a mama és a disznóságok. Egy tipikus történet a magyar agráriumból. Nem stróman az édesanyám, a Méker Bászna ügy. 2017 utolsó napjaiban tudtuk meg, hogy Kósa Lajos, Fideszes országgyűlési képviselőre, Magyarország 47. legbefolyásosabb emberére oly jellemző üzleti éleslátás és rendkívüli tehetség, nem egyedülálló jelenség a családjában. Ekkor értesült a nyilvánosság először arról, hogy a politikus 79 éves édesanyja a nyugdíjazása előtt védőnőként, majd egyébként bölcsődei vezetőként dolgozó Kósa Jósné, Bacskó Katalin váratlanul sertéstelep tulajdonos lett. Mondhatjuk úgy is, hogy Kósa mamának malaca lett. Elég nagy malaca. Nem stróman az édesanyám, mondta Kósa. Vagy mégis? Jön a Méker Bászna ügy, ami a Kósaklán eddigi talán leginkább elhíresült botránya. A népszavából tudtuk meg, hogy 2015 nyarán egy holducai ügyvéd irodában Fiák István ügyvéd Kósa Lajos három rokonával találkozott. Ott volt a politikus édesanyja Kósa Lajosné és a család két távolabbi Máté Szalkai tagja Szilágyi Balázs és Szilágyi Gábor. A találkozó egy családon belüli vásárláshoz kapcsolódott, ugyanis Kósáni nemrégében megvásárolta a MÉKER Kft. nevű főtevékenységként sertéstenyésztéssel foglalkozó cég üzlet részének felét. Hogy fiák István mennyi szálon kötődik Kósa Lajoshoz, az korábbi videómban már részleteztem, de nézzük, mi is az a Maker Kft. és kik azok a szilágyi fiúk. Kósa családjának ezen ágáról tudjuk, hogy már volt családi tapasztalatuk a sertéstenyésztésben. Még 94-ben a nagyapjuk alapította meg a Szatmár Hús Kft t ám 2013-ban már Szalkapi Kft. néven futó családi sertészbiznisz egy rosszul elsült hitelfelvétel miatt gyakorlatilag összeomlott. Ekkor valaki felszámolási kérelmet nyújtott be a disznós cég ellen. A Nyíregyházi Bíróság 2014. júniusában rendelte el a Szalkapi Kft. felszámolását, de a meghirdetett 345 milliós irányáron nem volt rá jelentkező. A negatív tapasztalatokból nem okulva, 2015. februárjában az idősebb testvér Szilágyi Valás húzott egy szokatlanul merészet. Ám ez később zseniálisnak bizonyult. A szomszédos jármiban működő gyümölcs kereskedő cég, a Méker Kft. fő tevékenységét megváltoztatta, méghozzá nem fogott kitalálni sertéstenyésztésre. A Kft. addig éppen csak döcögött, hiszen az előző évben, 14 ben a beszámoló szerint 70 ezer forintos saját tőkéje és 210 ezeres eszközállománya volt. 2015 nyarán Szilágyi Balázs mellé tulajdonosként belépett testvére Gábor és Kósa Lajos Bacskó Katalin, Kósa Lajos édesanyja. A cég székhelyét átvitték Máté Szalkára, és még ugyanebben az évben a Szalkapig mégis meg tudott állapodni a hitelezőivel, így elkerült a felszámolást, Megvette a méker Kft. a sertéstelepet azon az áron, amivel a Szalkapi Kft. tartozott. Nyilatkozott ekkora megállapodásról a népszavának Szilágyi Gábor. Ám az a kérdés, hogy miből? Egyelőre nyitott maradt. Mindenről én sem beszélhetek, fogalmazott a rokon. A vételára tehát nem ismerjük, de emlékszünk rá ugye, hogy a felszámoló 345 milliós irányáron próbálta sikertelenül eladni a sertéstelepet. Jó, anyám, Jaga digi digi daga daga ajándékából futja még pár luxus Tudjuk viszont, hogy 2015 végére, miután Kós anyuka belépett a vállalatba, a méker Kft-nek már 67 millió volt a saját tőkéje, javarészt annak köszönhetően, hogy közben valahonnan bekerült 47 millió forint a kasszába. Pedig a cív évközi tevékenysége mínuszos volt. Arra is fényderült, hogy közvetlen pénzügyi kapcsolat van a Hold utcai ügyvédi iroda, a Tocó Pece Kft., ezt néz meg egy előző videómban, és a Méker Kft. között. A Tocó Pece, ami később Kósa feleségének cége lett, akkor még az ügyvéd Fiák István tulajdonában állt, és a Méker Kft. 1,7 millió forinttal tartozott is neki. Kósa Lajos természetesen elővette a pakliból a szokásos gyókert, úgy reagált a népszava kérdésére, hogy nem közszereplő magánemberek magánügyeiről nem áll nyilatkozni, és nem is lenne helyes. Marad a következtetést, mert még nincs vége az ügynek. Méker Kft., amiben Kósa Lajos édesanyja tulajdonos lett, természetesen a Kósa Kán érkezésével megtáltosodott. 2016-ban már 30 milliós tiszta profitot értek el. Nyertek 123 millió forintot egy sertéstartó telepek korszerűsítését támogató uniós pályázaton. Hol máshol. A pályázati lehetőséget pár hónapon belül már fel is függesztették, mert túl sokan jelentkeztek. Az induló 330 pályázatból mindössze 140 nyert, köztük Kósa anyuka. A botrány csak dagadt és dagatta, hogy a disznók szoktak, de volt haszna, ugyanis kiderült egy nagyon fontos részlet, ami Kósa Lajos szájából hangzott el. Édesanyám nem sokan senkinek se. Kósa azt is elmondta egy sajtótájékoztatón, hogy ha minden politikus minden családtagjáról köteles lesz nyilatkozni, akkor ő is alkalmazkodik ehhez. Szerinte inkább annak kellene örülni, hogy az emberek vállalkozással munkahelyet teremtenek és értéket állítanak elő. Azt is elmondta még, hogy ez egy valódi sertéstelep, valódi sertésekkel, emberek etetik őket, elviszik, eladják. Ugye most te is megnyugodtál, nyilván nem stróman az édesanyja, ha emberek etetik az állatokat, és a végén el is adják. Ez mindenhol így megy. Nem stróman az édesanyám, mert nem. Az is csak egy kicsi érki, nem terasz. Magyar nemzetnek sikerült megszólalásra bírni Kósa Lajos édesanyját egy sajtótörténeti kapu telefoninterjú keretében. Okosabbak ugyan nem lettünk, de azt megtudtuk, hogy Kósa kitől örökölte sajátos humorát. Nekem nincs sertéstelepem, vagy tudja mit, megvettem a fél megyét. Majd később azt mondta, az ember a család összes dolgát nem szokta kiteregetni. Hangzott a válasz a kérdésre, hogy miért nem beszélhet a saját vállalkozásáról. A miniszter édesanyja végül a nem foglalkozom pénzügyekkel kijelentéssel zárta a beszélgetést, ami szép zárás. 2018-ban jártunk, így Kósa Lajos nébacskó Bacskó Katalin személye kisvártatóra újra a fókuszba került a csengéri örökös ügyének kirobbanása kapcsán. Ugye emlékszel? Kósa Lajos édesanyja kapott volna 800 millió forintot az örökségből ajándékba, a megajándékozottal történt előzetes egyeztetés alapján állt a szövegben. Amiről ő a rendőrségi vallomása szerint nem tudott. Viszont az aláírása rákerült a dokumentumra, amit az ő állítása szerint soha nem is látott. Ha eddig nem tetted, most kell megnézned az erről szóló videómat, egész lejátszás lista van már a kósa afférról. No de, disznóságok máshol is történtek, vissza a malacokhoz. Hoppá! Na hello, röfik! A Maker Kft. törzslőkéje 2018 nyarának végére egyszer csak 3 millióról 93 millióra nőtt. A nyilvános cégadatbázisban felelhető dokumentumok szerint ez úgy történt, hogy a tulajdonosok, többek között Kósa mama, elengedték a korábbi befizetéseik visszafizetését. Ezek mértékével pedig nőtt az üzletrészük értéke. Kósa Lajosné a dokumentumok alapján a 2015. augusztusában befizetett 45 millió forintja visszafizetéséről lemondott. Ezt még nyilván a bölcsődevezetői munkából spórolhatta össze korábban, hisz vállalkozása nem volt, és még a csengeri örökösnő ajándéka sem érkezett meg a számlájára. Hm. Azt viszont már tudhatta, hogy mi kell a jó disznó tenyésztéshez. Pénz biztosan kell, ezért benhagyta a 45 millióját, és hát nyilván kellenek még járművek. Jó disznóhoz, jó jármű gondolhatta Kósa mama, mert leasingelt a cég két hibrid 5-ös BMW-t. Alaptípust leasingeljen olyan, aki alapmaladságot akar a cégével. Ők extra disznókra hajtottak. Ezért full extrás, metálfényezésű, automataváltós, 248 lóerős motorral és exkluzív bőrülésekkel rendeltek egy párat, tehát két BMW-t. Hisz ha a malacokat is pároztatják, akkor uh, nyilván az autókkal is így kell tenni. Ne furcsált, hogy BMW-kkel hajtják a disznót. Szerintem nem arra kellettek. Arra ugyanis vásároltak, pontosabban leasingeltek egy BMW-motort. Nyilván azzal jobban lehet hajtani a disznót. Valószínűleg két ilyen motor is van a családban, mert azt lehetetlennek tartom, hogy Kósa Lajos a disznóhajtása mamája által leasingelt motort, ő maga használja. Ugye ez lehetetlen. Viszont pont egy ugyanilyen motorral jelent meg Velencén a Fidesz szeptemberi kihelyezett frakcióülésén még 2017-ben. Ugyan a vagyonnyilatkozatában szerepel két BMW motorám, egyik sem az a típus volt, amivel ide érkezett. Akkor a 444 rákérdezett a Fidesz sajtószája pedig így reagált, hogy Kós Lajos frakcióvezető egy négy éves használt motorral érkezett a kihelyzett frakcióülésre, amelyet egy barátjától kipróbálásra kapott kölcsön. Hm. Amennyiben a motor beváltja a hozzáfűzött reményeket, az sem kizárt, hogy a későbbiekben meg is vásárolja. Hát valószínűleg nem volt egy túl jó darab ez a motor, mert vagyon nyilatkozatában Kósa később nem számolt be arról, hogy megvásárolta volna, de disznó hajtása még jó lehetett, ezért a cégben maradt. Kósa Lajos a Fidesz sajtóosztályán keresztül a járművekre vonatkozó újságírói kérdésre szűkszavúan reagált. A Maker befektetési és tanácsadó Kft. magánszemélyek tulajdonában álló vállalkozás minden felvilágosításért forduljon a cég ügyvezetőjéhez. További jó munkát kívánok! Hm, így szokták. Az említett ügyvezető, az a Szilágyi Gábor pedig csupán annyit közölt, a kérdésekkel kapcsolatban azt tudom válaszolni, hogy a társaságunk gépjárműveit Kósa Lajos nem használta, nem használja, és nem is használhatja, mivel nem áll semmilyen kapcsolatban a Maker Kft-vel. Érted? Messze semmi fog meg jól. A, a fa az utolsó szóig igaz. Közben a sertés biznisz tovább dübörög, az elkövetkező időszakban a Méker Kft. kiterjeszti érdekeltségét, és újabb Kósa családtag érkezik a bizniszbe. Egy újabb asszony. 2019. januárjában a 24.hu írta meg, hogy kósamama cége újabb, most épp Gabona termesztő céget alapított, és az agráriumban terjeszkedik. A Máté Szalkai a Gabona Kft-t 2018 végén jegyezte be a Nyíregyházi Cégbíróság. A társaság tulajdonosai között van tehát Kósa Szertés sertéstenyésztő cége, a Méker Kft, és annak két társ tulajdonosa, valamint Kósa Lajos nővére Kósa Karolina Éva. Ő egyébként orvos. Egy hónappal később, februárban megtudtuk, hogy már 2018. októberében feltehetően a sajtó fokozott érdeklődése nyomán Kós Lajos anyjának cége lemondott a 100 milliós uniós támogatásról. Azért gondolhatjuk, hogy a sajtó nyomására, mert az erőszóló levelet maga Szilágyi Gábor a vállalat ügyvezetője küldte el a HVG-nek. Ez náluk egyébként nem annyira szokás, hogy a sajtóval szóba álljanak. Amúgy ritkán halljuk őket nyilatkozni az ügyben. Ez egy nagyon-nagyon jó -nagyon volt a részükről, mert egész pontosan 123 millió forintot nyert a Maker Kft. még 2017-ben a és telep korszerűsítő pályázaton. Erről mondtak le 2018-ban. Foglaljuk össze tehát, mit tudunk eddig a Maker Kft.-ről. 1993-ban alapították. 2013-ban két évvel Kósa Lajos előtt az értékesítés nettó árbevétele 1,8 millió forint volt, és nem egész fél milliós veszteséggel zárta az évet. 2014-ben változatlan az árbevétel és minimális mínuszsal zár, majd 2015-ben bevásárolja magát Kósa Mama, az árbevétel pedig hirtelen megugrott az 1,8 millióról 77,1 millióra. Hmm, szép ugrás. Az évet még így is veszteséggel zárták, közel fél millió forintot vitt el a cég. A saját tőke viszont hirtelen megnőtt 70 ezer forintról 66 millióra. 2016-ban még az előző évi bevételt is sikerült triplázni, akkor már negyedmilliárd a bevétel, és megindul a nyereség, és több mint 30 milliót termel a cég. Meg ugye két-három BMW-t. 2017-ben az árbevétel már 300 millió, ebből 30 a nyereség, 2018-ban 360 milliós árbevétel mellett 35 milliós nyereség keletkezik. De nem csoda, hogy így szárnyal a cég, ha hibrid BMW-vel a sertést, ugye? Azért panaszkodik állandóan a többi paraszt, mert nem tudja, hogy mi a disznóknak. BMW. De jön a szomorú fordulat, ami a Kósa család vállalkozásainál nem meglepő. Amikor elkezd végre szárnyalni a cég, el kell adni. 2019-ben négy igazán sikeres év után Kósa anyuka, nyugdíjas bölcsödei gondozó, felhagyott a sertéstenyésztéssel. Üzletrészét értékesítette, végleg kiszállt a cégből, a két üzlettársnak kellett tovább továbbvinni ezt. Bár erről nincs információnk, de valószínűleg a BMW-ket is megtarthatták. Ezt abból gondolom, hogy a cég kósáné nélkül is tovább fejlődött. A 2019-es árbevétel már 523 millió forint, és ekkor 48 milliós a nyereség is. Szuper! BMW-vel kell ettetni a disznókat. Azonban a következő időszak sem telt eseménytől a Kósa család életében. Az Enfor hozta akkoriban nyilvánosságra, hogy a Bászna Gabona Kft. Máté Szalka határában egy közel 41 ezer négyzetméteres területen siló, terménykezelő és szárító rendszert épít. A cégben ekkor már csak Kósa testvére Karolina volt tulajdonrészes. A Bászna Gabona Kft-t 5 millió forint törstőkével alapították, és ekkor csupán fél éve működött. Felverül a kérdés, hogy fél évvel az alapítást követően egy ilyen nagy beruházást hogyan és miből valósítottak meg. Ugye? Hát elmondom, magattól nem hiszem, hogy ki tudná találni. Fél milliárd forint állami hitelből. A Magyar Fejlesztési Bankhoz tartozó cégen keresztül, ami többek közt a kormány által támogatott hitelkonstrukcióknál működik kiemelt közvetítőként, kaptak 500 milliát. Igen, alig hat hónap működés után fél milliárd. Teljesen megszokott dolog, nem? Ezt minden vállalkozó tudja. Ha olyan cége van, amiben Kósa Lajos Fideszes képviselő testvére a tulajdonos, és amiből nemrég kiszállt az anyukája, akkor megszokott. Ezt tudja minden magyar vállalkozó. 2020. októberében a privát bankártól értesültünk, hogy megszűnt a Méker Kft. azaz helyébe a nyáron ha a Bászna Sertés Zrt. lépett. Így a letisztított érdekeltségek két cégre redukálódtak, a Bászna Sertés Zrt.-re és a Bászna Gabona Kft.-re. Bászna néven működik tehát tovább az Agrárbirodalom. A Kósa családhoz a közvetlen kapcsolódást jelenleg csak Kósa Lajos testvére, Karolina jelenti, aki a Bászna Gabonában rendelkezik 40%-os tulajdonrésszel. Az újonnan létrehozott Bászna Sertés ZRT a között azonban már nem szerepel a Kósa név, ott már csak a szintérokon Szilágyi Gábor tüntették fel egyedüli részvényesként. Számomra az a legégetőbb kérdés jelenleg, hogy hogyan folytatódik a magyar sikertörténet. Illetve ha folytatódik ez a sikertörténet, újra eladják egy gyorsan a céget, ha már sikeres. lesz -e a kósáiknak továbbra is malaca? Hogyan hasznosul majd a Bászna Sertés Zrt-be olvasztott Méker Kft. 2019-re már félmilliárdos éves bevétel generáló sertés tapasztalata? Szárnya le majd az erődjéhez méltóna a Bászna Sertés Zrt, miután 2018-ban mindössze nulla árbevétel tudott generálni 80 millió forintos veszteséggel, majd 2019-ben pedig 10 milliós árbevétel mellett 13 milliós veszteséggel zárt. Sajnos választ csak a 2020-as évi beszámolók közzétételekor kaphatunk, de követni fogom. Kövess te is! És kövess engem is, iratkozz fel a csatornára, lépj be a Facebookon a csoportba, és szólj hozzá a témákhoz, segítsd a tartalom előállítását, ha van kedved. És ha megteheted, akkor nagyon megköszönöm, ha támogatod a működésünket is. Jövök még ezzel, folytatjuk.